Miss Karnevál, Parasztolimpia, IJÁSZ találkozó. A sokak által ismert topolyai programokat civil egyesületek szervezik meg évről évre. A rendezvényeket az önkormányzat is támogatja, erre minden évben pályázhatnak a civilek. A Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat idén 10 programra kért támogatást. A farsangi disznőlés, a farsangolás, fölvonulás, most az anyáknapi kiállítás küszöbén állunk, és a legnagyobb rendezvény a nyári IJÁSZ találkozó, immár 8. és össze kukoricabetakarítás és az őszi népszakások felelevenítése. Idén a többi között az Origo Open Fest és a Szárma Fesztivál létrehozásához is hozzájárul az önkormányzat. 100.000 dinár sok pénz, viszont hogyha ilyen rendezvényekről beszélünk, mint a mi esetünkben, akkor ez talán nem is annyira sok, mert ebből azért két ekkora rendezvényt megcsinálni nem lehet, tehát mindenféleképpen mi ez mellett még pályázunk. Összesen 101 pályázatot értékelt a bíráló bizottság. Egy volt olyan, ami nem civil szervezet volt, néhányat pedig, tehát 20-at pedig át kellett csoportosítanunk, majd később pályázhatnak a mezőgazdasági civil szervezeteknél. 7 millió 40 ezer dinárt osztanak szét a Topolya községben működő civil szervezetek programjaira. A következő napokban ebből 2,5 millió dinárt már ki is utalnak a sikeresen pályázó egyesületeknek. Ez a folyamat elég tartalmas időt igényelt. Tudjuk azt, hogy a költségvetés december végén lett elfogadva, a szabályzatok, amik alapján osztottuk a pénzt, ahogy ígértük is a választás közben, hogy mi csak úgy fogjuk osztani, ez egy bizonyos időt igényelt. Én azt gondolom, hogy ennek az igénynek eleget tettünk. A következő napokban aláírják az első hitelesítési körből kimaradt nyertes pályázatok szerződéseit is.